Sokat gondolkodtam rajta, milyen nyelves tartalommal tudnék még előállni. Aki nem tudná rólam, félig magyar, félig pedig ukrán és orosz származású vagyok. Ukránul sajnos nem tudok, bár elég sok mindent megértek, oroszul viszont egész jól el tudok beszélgetni. Engem két nyelven neveltek, és bár itt nőttem fel Magyarországon, tehát magyar az én anyanyelvem, mondhatom, hogy az orosz a második anyanyelvem. Anyukám úgy költözött ide, hogy nem is tudott magyarul, bár 31-2 év alatt azért már megtanult, és most már tök jól beszél, és mindent megért. Ugyanakkor igyekszik velem mindig oroszul beszélni, és én igyekszem neki oroszul válaszolni, hogy én is gyakoroljam a nyelvet, és ne felejtsem el. Valamint itt él az ukrán nagymamám is, akivel szinte, nem szinte, hanem csak oroszul beszélünk. Egyébként a másfél éves kislányom is mindent megért oroszul, és szeretném, hogyha ő is beszélni a nyelvet. Úgyhogy igyekszünk így otthona a szülői házban oroszul kommunikálni egymással. Na jó, de most már kinyögöm, hogy miért vagyunk itt. Ebben a videóban olyan orosz szólásokat és közmondásokat fogok nektek elmondani és megmagyarázni, amiket rendszeresen hallottam gyerekkoromban és felnőtt koromban is, amit a szüleim és a nagymamám is rendszeresen mondtak nekem. Ezek közül nagyon sok szerintem baromi vicces és tök érdekes. Igyekeztem azokat kigyűjteni, amik a legmókásabbak, amiken gyerekkoromban nagyon sokat tudtam kacagni, és amiket még felnőtt koromban is megmosolygok. Ezek között lesznek egészen megbotránkoztatók is. Előre szólok, hogy ezek nem szépirodalmi kifejezések, tehát ezt a köznép találta ki, és a köznép használja. Itt van a telefonomon a puska, ezért néha le fogok pillantani, mert innen olvasok. Kezdem is egy lájtosabbal. Za adnavo bitava dvuhnyi bitych dajut. Szó szerint lefordítva ez annyit tesz, hogy egy megvert emberért kettő veretlent kapsz, vagy kettő veretlent adnak, és ezt nekem egész gyerekkoromban egyfajta fenyegetés gyanánt mondta anyukám, főleg anyukám, ugye apukám magyar, ő nem igazán használt ilyen kifejezéseket. Mindig, amikor rosszul viselkedtem, ezt mondták nekem. És én arra gondoltam, hogy ha egyszer jól elvernek, akkor olyan jó leszek, mint két jó gyerek. Vagy mint két veretlen, rossz gyerek. Nem igazán raktam össze fejben. És most, amikor utána olvastam, kiderül, hogy ez teljesen mást jelent. Totálisan mást. Engem egész gyerekkoromban félrevezettek. Ez a kifejezés nem mást jelent, mint hogy egy olyan ember, akinek van egy bizonyos területen tapasztalata, többet ér, mint két olyan ember, akinek nincs tapasztalata az adott területen. Minden esetre félelmetesnek hangzott, és lehet, hogy hatásos is volt. Если хочешь погубить человека, дай ему все, что он хочет. Hogyha tönkre akarsz tenni egy embert, akkor add meg neki mindazt, amire vágyik. Mennyire igaz, nem? Most felnőttként látom be, hogy ez így van. Gyerekként nagyon sok mindenre vágyik az ember, és így hárítottak a szüleim, hogy nem akarunk téged elrontani, ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, ezért nem kapod meg. Olyan jó dolog sóvárogni valami után, valamire várni, valamiért megdolgozni, valamire összegyűjteni a pénzt, majd megvenni magadnak. Hogyha mindent oda kínálnak neked tálcán, akkor egy idő után semmit nem fogsz értékelni. Közvetlen környezetemben is vannak olyan fiatalok, akiknek minden kívánságuk teljesül. Tényleg, amit csak szeretnének, szinte minden valóra válik, mert a pénz nem akadály, és mert úgy gondolják a szülők, a nagyszülők, hogy ezzel jót tesznek a gyerekeknek. Nem. Ha mindent oda kínálnak tálcán, amire csak vágysz, akkor egy idő után semmi nem okoz már örömöt. Természetesnek veszed, hogy mindent azonnal megkapsz, vagy nem kell rá különösebben sokat várnod, és szerintem ez szörnyű. Teljesen elveszi az ember motivációját. Ti mit gondoltok? Most ejtenék néhány szót a nagymamámról, aki egy igazi szovjet, badass nagyi. Ő, aki átélte a háborút, és a Szovjetunió számára maga volt az utópia. Egyébként az átlagember számára tényleg nem volt rossz. Ő például nem vágyott arra, hogy külföldre utazzon. Igaz, hogy alig lehetett valamit kapni a boltokban, de ami volt, az minőségi árunak számított. Biztonságban voltak. Ahogy elmesélte, a bejárati ajtót sem kellett bezárni. Rendszeres táncestek voltak, kultúrprogramok, küldték őket a Krím-félszigetre nyaralni, és
ingyen lakást kapott az államtól. Az elhangzottak ellenére sajnos nem volt egy egyszerű sorsa, ő egész életén keresztül küzdött. És ezt értsétek úgy, hogy küzdött mindennel és mindenkivel. És ez az egész életen át tartó harc egy meglehetősen mogorva öregasszony csinált belőle, de a maga módján egyébként roppant szórakoztató és vicces. Mindjárt mondom, hogy miket mondott és mond nekem a mai napig. Guszvinyényi tavárisz. A liba nem barátja a disznónak. Ennek a kifejezésnek több jelentése is van, ebben most nem megyek bele. Azt a kontextust fogom értelmezni, amiben a nagymama használja ezt, amikor velünk beszél. Amikor ő azt mondja nekünk, hogy a lúd nem barátja a disznónak, akkor úgy értelmezi, hogy ő a lúd, mi pedig a disznók vagyunk. A lúd, bár egy udvarban él a disznóval, fölötte áll, és nincs azonos szinten a disznóval. Ezt például olyanokra szoktam mondani, amikor gyerekként kitalálok valami orbitális nagy hülyeséget, hogy csináljuk meg együtt, és ő is legyen ebben partner, és ilyenkor mondja azt, hogy guszvinyényi tavárisz. Ezt imádom, anyu is, meg mama is. Rengetegszer mondta nekem is, öcsémnek is. Plachom után szorú jajcem is sájut. A rossz táncos zavarják a saját gólyói. Ezt olyanokra mondják, akik nem túl jók valamiben, vagy kifejezetten hülyék valamihez, de nem saját magukat okolják, hanem a körülményeket, vagy másokat, vagy az időzítést. És ilyenre mondják azt, hogy tudod mit? Plachom után szorú jajcem is sájut. Because you were partying the whole time instead of studying. No! Not because you were making your TikToks instead of preparing for the exam. No! No, honey, in Russia we say bad dancer blames his testicles, where in your case you are a horrible dancer and your professor is the testicles. Если каждому давать, поломается кровать. Ez most jó magyartalan lesz. Ha mindenkinek odaadom, vagy megadom, akkor eltörik az ágyam. Davágy azt jelenti oroszul, hogy adni, azonban van egy olyan jelentése is, hogy magadat odaadni, tehát lefeküdni valakivel. Ha mindenkivel lefekszel, akkor előbb vagy utóbb eltörik az ágyad, ez innen ered ez a kifejezés. És ezt olyan esetekben használják, amikor valaki kér tőled valamit kölcsön, vagy örökbe, és erre azt mondod, hogy de hát, hogyha mindenkinek odaadom, akkor eltörik az ágyam. Érted, hogyha végigmész az utcán, és az összes hajléktalannak odaadod a pénzed, akkor az utca végén elfogy a pénzed. Ezt nem használtuk otthon, de valahol olvastam és megtetszett. Когда русалка на шпагат сядет. Nagyjából annyit tesz, mint nálunk a majd, ha piros hó esik. Szó szerint azt jelenti, hogy majd, hogyha a sellő spárgázik. Да свадьба заживет. Amikor gyerekként megütöttem magam, vagy lett egy kisebb sérülésem, akkor mindig azt mondták, hogy jaj. Az esküvődig elmúlik. Nyugi. Anyukám és mamám is gyakran használták. Не трогай говно, не будет вонять. Ne piszkáld a szart, nem fog bűzleni. Bárha friss, úgyis bűzleni fog, ha nem piszkálod. Ez annyit tesz, hogy ne provokálj valakit, akiről tudod, hogy hülye, tudod, hogy agresszív, és nem fog semmi jó kisülni abból, hogyha provokálod. Ne szólj be olyannak, akiről tudod, hogy le fog ütni. Inkább ne bánts meg olyat, akiről tudod, hogy egy mellodrámát fog az egészből keríteni. Встречают по одежке, провожают по уму. Nagyon sokszor hallottam, nagyon sokat kaptam. Én nagyon magyartalan lenne, hogyha ezt szó szerint lefordítanám, ezért az értelmét mondom. A külsőd alapján üdvözölnek, de az alapján kísérnek haza, ami itt van. Vagyis az első benyomás fontos, de ami itt van, az a lényeg. Захочет срать, штаны снимет. Ha szarnia kell majd, hát leveszi a nadrágját. Nem is tudom, hogy erre milyen példát hozzak. Ez egyébként a mamám szólása, mert kerestem a neten, de nem találtam, úgyhogy feltételezem, ez tőle, vagy valamelyik ősétől ered. Tegyük fel, van egy szerencsétlen ember, akiből ki se nézzük azt, hogy mondjuk egyedül képes lenne felszállni egy vonatra és elutazni A-ból B-be. Ebben kételkedünk, és ilyenkor a mama bedobja ezt, arra utalva, hogy ha a szükség úgy hozza, akkor higgyük el, hogy képes lesz felszállni arra a vonatra. Ennyi. A következőt szintén a mamám használja, de létezik egy ilyen kifejezés. Mivel szegényem túl van egy szomnyaktörésen, elég lassan tud haladni, és főleg, hogyha még a
botjával van, illetve kint egy ilyen kis szekérrel szokott mászkálni, és ha elálljuk az útját, akkor ahelyett, hogy kikerülne minket, nyilván nekünk könnyebb elmenni onnan, és ilyenkor mondja azt, hogy Rastupis morja gavnoplivjot, vagyis vaj szét tenger, úszik a szar, vagyis jön a szar. Hú, ezt mennyit mondták nekem? Lyubov zla, palyubisika zla. A szerelem gonosz, mint ahogy nálunk mondják, a szerelem vak. Akár egy bak kecskébe is beleszeretsz, a kajzol, az bakot jelent, kecske bakot jelent, de ez ugyanakkor egy nem túl szép, sőt, egy kifejezetten sértő kifejezés egy férfira nézve. Nagyjából annyit tesz oroszul, mint hogyha mi azt mondanánk, hogy seggfej. Tehát a szerelem vak, akár egy seggfejbe is beleszerethetsz. És milyen igaz, nem? Unyivorúki zsóporasztút. Ezt akkor használják, amikor valaki kétbalkezes, vagyis, hogy a seggéből nőnek ki a kezei. Tehát kétbalkezes, szerencsétlen, nem ügyes. Az utolsó egy kakuktojás, mert hogy ukránul lesz, és mindig a nagymamámtól hallottam, durny spit, durny snitsa, lehet, hogy rosszul mondtam, elnézést. Ez annyit jelent, hogy a hülye alszik, hülyeséget álmodik, és ezt általában azután kaptam meg, hogy megosztottam vele a lehetetlen álmaimat. Nos, ebből ennyi volt. Kíváncsi vagyok, hogy hogy tetszett nektek. Írjátok le, hogy mi az, amivel egyetértetek, és mi az, amivel nem. Sziasztok!